Horváth Hella visszatért az alkotói világba, és ezzel visszatért a közéletbe is. A papi otthonban mutatta meg új alkotásait, azokat a festményeket, amelyek a hosszantartó súlyos betegségét követő felépülése időszakában születtek. Az a szemlélet, amelynek mentén a lehetőségeinek határát feszegetve eljutott a tárlat képeinek megalkotásáig, megerősítést nyújt a papi otthon lakóinak és a tárlat látogatóinak egyaránt. Egy válogatást hoztam most jelenleg ide. Ennek az egésznek az indítatása az volt, hogy egy 94 éves idős barátom bekerült ide az otthonba. Ez a barátság már több mint 30 éves múltra tekint vissza, úgyhogy amikor megtudtam, hogy ő bekerült ide gondozásra, akkor elkezdtem őt látogatni. A látogatás során megismerkedtem a művelődés szervezővel, és beszélgettünk, hogy milyen színes, változatos programokkal igyekeznek egy kicsit gazdagítani a bentlakók életét, és én ehhez szerettem volna csatlakozni a képeimmel, egy kis vizuális örömet hozni nekik. Az alkotó ezúttal is a természet csodáit fogalmazta meg számunkra, hiszen a Vadmadár Kórház segítő munkatársaként napról napra megtapasztalja mindazt, amire a hétköznapokon is rácsodálkozunk. Olyan képeket igyekeztem hozni, amelyek sugározzák az életörömet, a színeket hozzák be, egy kis vidámságot csempésznek a hétköznapokba. Úgyhogy ez egy olyan válogatás, amely én azt gondolom, hogy szemegyönyörködtető lesz az ide látogatóknak. A megnyitón elhangzott, hogy a papi otthon lakói számára is fontos, hogy olyan közösségi rendezvényeken vehessenek részt, amelyek segítenek a mindennapokat ünneppé varázsolni. Nos, Horváth Hella tárlata bizonyosan ezek közé tartozik.